nem volt nagy gondom az idővel, de a szél az zavart. Erősen fújt, és nem volt egyszerű megfutni a hátsó egyenest. De így is nyertem, szóval nincs panasz. Örülök, hogy itt lehetek Budapesten, nagyon élveztem a versenyt, lelkesek voltak a szurkolók, szóval elégedett vagyok. Furcsa volt, mert amikor elindultunk, hátulról fújt a szél, és amikor visszaértünk a célegyenesbe, megfordult. De szenvedtem ma. Nem éreztem, hogy felpörögtem, nem tudtam jól megfutni a kanyarokat. Sajnálom, mert jól éreztem magam Budapesten, nagyon tetszett a verseny. Ráadásul ez volt az utolsó versenyem a világbajnokság előtt, és szerettem volna, ha jobban sikerül, de így is hálás vagyok, hogy itt lehettem, emlékezetes esemény volt. A világbajnokságon sok lesz az erős ellenfél. Azt hiszem, jó idők fognak születni, és már nagyon várom a megmérettetést. Egyenesen Tegu-ba megyünk majd a világbajnokság előtt. Még nem terveztünk meg mindent konkrétan, de ez nem is baj. A lényeg, hogy keményen edzek és készülök a versenyre. A jövő évi olimpia és a mostani világbajnokság is különlegesek a számomra. Az olimpia a legnagyobb verseny a sportágunkban, de most csak a világbajnokságra koncentrálok, az határozza meg a napjaimat, és már nagyon várom. A világbajnokságig még sok a dolgom. Most hazamegyek, és egy hétig biztos nem versenyzek. Az elmúlt két hét megerőltető volt számomra, kicsit fáradt vagyok, úgyhogy szükségem van egy hét pihenőre. Utána, 10 nappal Tegu előtt visszajövök Európába, akkor jön majd az élesítés, újra a futásra koncentrálok majd. Mivel a világranglistán a 14. helyen vagyok, szeretnék a középdöntőig magabiztosan eljutni.